cuccot szúrtok Józsikába. Ezért járok más kocsmába, mert ott valaki, na lehet látta, hogy hogyan szúrták Józsit hátba. Egy barátunk szólt, hogy ha szeretnénk még, amíg létezik ez fizikai formátumban kiadni lemezt, akkor most gyorsadjunk ki egy lemezt, és mikor ezt mondta nekünk, akkor egy év múlva, egy hét alatt gyors összedobtuk ezt a 14 számos, hát nem is tudom, hangos könyvet, és ennek az egyik története, mondája, balladája ez a Sherlock és Watson ügy, ami tök meglepetésszerűen egy nyomozásról szól, amiben Sherlock és Watson, Sherlock Trap kapitány és Mechanic Man Watson nyomoznak a társaik segítségével. Gyanús maga hölgyen, másképp nem reppelne közben, lássuk, kirejtőzik még egy gomolygó kis ködben. Ahogy ezt kimondtam, a Watson vigyázott a dárca, és arcába gyorsan az apróval teli dárca. Mechanic Man, aki a DJ-nk és a producer társam a zenekarban, ő már nagyon rég szeretett volna egy ilyen képregényes videóklipet, és mivel tényleg az volt, hogy most ha majd, hogy nem havonta jövünk ki klipekkel, és ugye forgatás sem volt tervezve arra a hónapra, akkor mondtam neki, hogy áprilisra, hogyha ezt ő megcsinálja. Ilyen lehetetlen küldetésnek gondoltam, de teljesítette, és hát így készült el ez a történet, és így lett ebből videóklipsze. Csókolom, lejöhet-e játszani, utcai rojátszósra váltani, azt próbáltuk visszaadni, nagyon erősen cenzúrázva és finomítva, hogy milyen volt lakótelepen felnőni, hogy milyen volt, amikor azt kértük felkapótelepen, az, hogy dobják le a kulcsot, és akkor felmegyünk, vagy felmegyünk a háztetőre, játszunk az erdőben, próbálgatjuk a tüzet, ismerkedünk a tűzzel, meg ilyen dolgokkal. Ezt próbálja visszaadni a klip a maga szerénységében, és mi is ezt próbáljuk nóta formájában. Tessék, ez a sík, a festék, a játék fér, hogy ne stresszelj szét, ez a bumerang bot a fejszét, merj álmodni, az megvéd. Valójában azért vannak ezek a sötét, meg ilyen világos részek benne, meg váltakozások, mert azért a lakótelepen felnőni mindig vannak ilyen érdekes dolgok, meg sztorik, hogy vannak gyerekek, akik ilyen hülyeségeket csinálnak, és mondjuk azt nem is élik feltétlen túl, és igazából ezt próbáljuk visszaadni ezekkel az ilyen világos és sötét részekkel. A Gyere haza, ne félj is például így erről szól. Azban vagyunk, igen, emiatt ugye koncerteken nálunk nem változott semmi, tök biztonságban vagyok a fiúk mellett. Másrésztről pedig, hogy tényleg az, hogy rajtam kívül a többiek nem hivatásos zenészek, van civil munkájuk, és így nem kerültünk mondjuk olyan rossz anyagi helyzetbe, mint mondjuk a többi zenekar, ugye a pandémia alatt. Én pedig feltaláltam magam zenei producerként, vagy tévé spotok, meg szignáloknak a munkálataiban, szóval így túléltük, átvészeltük ezt az időszakot is a srácokkal.